lesz, jó lesz! Ki a kedvenc csapatnál? Hát a kis pereg. A Chelsea. És úrok a példaképe. Azt már nem tudom. Szerintem az arc. Szép József volt. Jézus Isten, olyanokat válaszol, ezek nagyon rossz válaszok. Kedvenc fiája. Ha az ételét mondtad volna, azt tudom. Akkor tudod mit? Legyen igazad, legyen ételital. Megvan? Szerintem a kedvenc étele az a csirke meg a rizs só nélkül, és a fantát szereti a legjobban. Igen, csirke só nélkül és 42-es tátra. Jó, legalább van egy találás. Isten! Hol született csú? Budapest, Budapest, a kis pályás, pályafutásában a legnagyobb siker. Szerintem az ausztráliai VB-kiutás. Igen? Az országos döntő. De miért mondtad, hogy nem az? Akkor jöhet ez ugyanez a játék fordítva. Jó. Miki kedvenc foci csapata. Igazat mondok, már. Szerintem a Real Madrid. Szégyed magad. Hát ez egy nagyon csúnya hiba. Nem tudtad? Gyerekek, egy kicsit több időt kell együtt tölteni a jövőben. Jó, ne csak passzolj, beszélgess! Akkor Mikinek ki a példaképe? Azt hiszem, meg rád ebben egyezünk. Rokko. Én ugyanúgy az arcot írtam. Kedvenc ételital, ugye ez így egybe. Só, mutasd el össze, most kíváncsi vagyok te, mit írtam. Olanyait és a Martinit. Én olasz tésztát írtam igazából, hogy mindegyik tésztát szeretem, meg a vizet. Miki, hol született? Főleg, hogy nem is hiszem alkohol. Azt mondja, hogy nyar. Budapest. Hát, kettő pont! Nyilván Pesten. És ha most súf figyeltél, akkor most megnyerheted a játékot. Legnagyobb siker ugye minifociban. Súf, ha te figyeltél, új sorrend van. Országos döntő. Országos döntő, és ez megnyerte. Így van. 3-2-re. Gratulálok. Semmit nem tudsz rólam, de magadról se. Szép volt. Úgyhogy most már menjünk kezdeni. Levezetés nyújtás, még pár gondolatot mondok, jó?